Július 11-én kezdte a felkészülést a kisvárdai csapat némileg átalakult játékos kerettel. Távozott Dombi Luca, Dombi Katalin, Mészáros Mihály Adrien, Darina Sulega, Termény Rita és Natália Szavcsin. Érkezett Nagy Mihályból a beálló Nikoletta Trunkova, Hajdúnánásról a szintén beálló Sápi Gréta, Siófokról Kölcsönbe a jobb szélső Kardicsek Zea, Mosonmagyaróváról a balátlövő Simona Szárkova, Leverkusenből a kapus Krisztina Grauvac, a japán Akiyama Nacsumi pedig próbajátékon győzheti meg a szakmai stábot. A Kisvárdával negyedik idény előtt álló Bakó Botond vezetőedző szerint az eddig megszokott úton akarnak tovább haladni. Én azt gondolom, hogy változtatásokra mindig van szükség, és természetesen szeretnénk az elmúlt évekhez hasonlóan most is javítani a teljesítményünken. Az érkezésem óta a csapat minden évben lépett előre a helyezések tekintetében, és most is ezt tűztük ki célul magunk elé. Még hogyha van az a szint is, amikor már nehezebb az előrelépés, de úgy gondolom, hogy még van bennünk tartalék, és van annyi, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a tavalyi hetedik helyezést is felülmúljuk. Ez az elsődleges célunk, ezért fogunk harcolni és küzdeni minden egyes percben, minden egyes mérkőzésen. A ható játékos, azt gondolom, hogy minden játékos, aki a csapatba szerkezetileg és egyéni képességekben is tökéletesen beleillik, azt gondolom, hogy emelni tudják a csapat játékának a színvonalát, és bízom benne, hogy emberileg is úgy illeszkedtek, illetve illeszkednek be a csapatba, és jó csapatot alkot, vagy csapategységet, amely segíti a munkánkat és a céljaink elérését. Mint a szakember elmondta, időarányosan jól állnak a felkészüléssel, amit az edzőmeccsek is bizonyítottak. Játszottunk már néhány mérkőzést, győztünk is, illetve vettesen is elhagytuk a pályát, ami összességében egy felkészülés közben valamilyen szinten normális. Én azt gondolom, hogy az állapotunknak megfelelően játszottunk, illetve teljesítettünk a mérkőzéseken, illetve azért a második és harmadik héten pár betegség is hátráltatta a munkánkat, illetve két-három apró sérülés is, de hál' Istennek ezek azóta már rendben vannak és edzenek a lányok. Viszont a betegség az átment rajtunk, ott egy kicsit megborította egy másfél hétre a munkánkat a nem vált betegek száma, viszont ezt is átvészeltük, és azt gondolom, hogy most megint abban az irányban vagyunk, ahol lennünk kell. Most az elmúlt heti utolsó tornán játszottunk két egészen jó mérkőzést, színvonalában már sokkal jobban teljesítettünk, mint az előző mérkőzéseken. A Kisvárda hazai rendezésű tornája csütörtökön kezdődik. A házigazda, a Debrecen és a Szombathely mellett négy román és egy szlovák csapatot láthatnak a szurkolók. Bakó Botond együttese csütörtökön 18 órától a szlovákiai Nagy Mihály, szombaton 11 órától pedig a romániai Zila ellen lép pályára. Első bajnoki meccsét augusztus 26-án pénteken a Városi Sportcsarnokban a Győr ellen játssza a Kisvárda.